Reggel óta folyamatosan szakad az eső, 60-ban is a folyamatos esőzés során olyan mennyiségű csapadék hullott a városra pár óra alatt, ami máskor összesen egész májusban szokott. A vízelvezető rendszerek pedig nem tudják ezt a hirtelen lezuhant mennyiséget azonnal elvezetni, így fennakadások alakultak ki. 60-ban és gyakorlatilag a megye nagyon-nagyon sok településén, illetve Nógrád megyében is jelentős mennyiségű csapadék hullott. Ez rekord mennyiségű csapadékot jelent nagyon rövid idő alatt. És a vízelvezető rendszerek nem ilyen mennyiségű csapadékra vannak tervezve, ezért megteltek a vízelvezető rendszerek, és folyamatosan vezetik le a vizet. A mi munkatársaink azok, akik itt vannak és szivattyúznak, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, és mindent megteszünk azért, hogy ezt a rekordmennyiségű vizet minél előbb eltüntessük az utakról. Ez a rekordmennyiségű csapadék a város több pontján is problémát okozott, például a Szőlőhegy oldaláról nagyon-nagyon sok mennyiségű törmeléket mosott le a víz, ezt a kollégáink már eltüntették, és folyamatosan ott, ahol gond van, ott folyamatosan beavatkozunk. A legnagyobb mennyiségben a Boldogi úton gyűlt össze a csapadékvíz. A városvezető kitért rá, hogy a Boldogi út a közúthoz tartozik. A csapadékvíz elvezetés rendezése miatt 60 már két éve kezdeményezte a probléma megoldását, a tanulmánytervet is elkészítette a város, a Magyar Közút azonban azóta sem lépett az ügyben. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt folyamatosan dolgoznak a katasztrófavédelem munkatársai is. A péntek kora délutáni heves esőzést követően összesen 11 alkalommal kérték a 60 hivatásos tűzoltók segítségét 60-ból és a környező településekről a csapadék okozta káreseményekhez. A nagy mennyiségű esőt a vízelvezető csatornák már nem tudták elvezetni, ezért a víz befolyt a pincékbe, a laksorokba, valamint a mélyebben fekvő udvarok, utcák is telítődtek a csapadékvízzel. 60-ban négy helyre riasztották a tűzoltókat, a Kertész, a Kisfaludi és a Bátori utakon kellett a vizet kiszivattyozni az ott lévő házak pincéjéből. Bakota Zsolt időjárás előrejelző szerint az a mennyiség, ami pénteken lehullott 60-ra, az máskor összesen egy május hónapban éri el a várost. A reggeli órákban érkezett egy összefüggőbb, kiterjedtebb csapadékrendszer, melynek azért mentén bizony hevesebb zivatarok is előfordultak, és ezekhez a zivatarokhoz kapcsolódóan sajnos 60 városához köthető az egyik legnagyobb mennyiségű csapadékmennyiség, hiszen rövid idő leforgás alatt egy havi, május havi mennyiségnek megfelelő csapadékösszeg összegyűlt, amit a területi átlag alapján a sok éves átlag szerint 50-60 mm körül mozog. Az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban újabb hevesebb záporokra, zivatarokra van kilátás egészen jövő hét szerdáig. Előfordulhat hirtelen lokálisan lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék, azaz a felhőszakadás, a jégeső, valamint a viharossá, erősen viharossá erősödő kifutó szél.